Hey, sziasztok! Első élőm itt az Instán. Szóval sokan mondják azt, hogy Gábor, neked tök könnyű, mert jókor voltál jó helyen ezzel a KKV marketinggel, mert hogy te voltál az első. De az a helyzet, és ezt kevesen tudják, hogy baromira nem én voltam az első. Amikor én elkezdtem a KKV marketinget, körbenéztem, és már volt legalább 5-10 olyan ember, aki kisvállalkozásoknak kínált marketing tanácsadást. És totál elsüllyedhettem volna a süllyesztőben. Ami segített, az két dolog volt. Az egyik az az, hogy választottam egy innovatív üzleti modellt. Tehát ahelyett, hogy csak tanácsadást tartanék, mit tudom én, 10 ügyfélnek, ehelyett kitaláltam, hogy tréningeket tartok, meg kitaláltam egy tananyagot, és az indította be a bizniszt. Tehát az üzleti modell. Sziasztok! A másik pedig az, hogy jobb volt a marketingem. Tehát piszokul tepertem, hogy a saját promómat nyomjam, hogy személyes márkát építsek. A többiek ezt nem csinálták. Szóval, ha most te arra gondolsz, hogy annyira szeretnék belépni egy adott iparágba, annyira szeretnék megcsinálni a szerencsémet egy adott bizniszben, de azt látod, hogy az már tele van, hogy ott már vannak mások, akkor ne aggódj, mert valószínűleg a többieknek unalmas az üzleti modellje, és tök béna a marketingje. Szóval egy kicsit beleteszel ezekbe, akkor tök sikeres lehetsz. Mondok neked két példát. Nekem az üzleti modell az volt, ugye, hogy tananyag, meg tréningek, aztán később a konferenciák. Ma például tök izgalmas üzleti modell a közösségi finanszírozás, tök izgalmas ez a sharing economy, tehát gondolj a mallra, ezer embernek eladnak egy darab biciklit, ugye? Vagy egy darab autót ezzel a kölcsönzéssel, vagy mint az Uber. Nagyon izgalmas üzleti modell, hogy egyre több üzletágban van az előfizetés, és valószínűleg a legtöbb üzletágban tök unalmas a marketing, pedig soha nem volt annyi marketing eszköz, mint ma. Tehát nézd meg, élőzni az Instagramon ilyen marketing eszköz régen nem volt. Tehát tele vagy lehetőségekkel. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy basszus, elmulasztottam azt, amikor jókor lehettem volna jó helyen, most van itt az a pillanat. Jó? Ha választasz egy jó üzleti modellt, és hozzáteszel egy jó marketinget a cégedhez, akkor te leszel az, akit egy év múlva, két év múlva mindenki irigyelni fog, hogy az a mázista jókor volt a jó helyen. Te teszed magad a jó időbe, te teszed magad a jó helyre. Sziasztok!